A konferencia fő témája a polgári társadalom és a vallási közösségek szerepe a nemzeti közösségek megerősítésében. A tanácskozáson Dolinszky Árpád evangélikus szuperintendens az egyház közösség megtartó erejére mutatott rá. A Trianon utáni időszakban az egyház programtervvel próbálta megőrizni a magyarok nemzeti identitását. Az egyházon belül volt az, ahol szabad volt szabadon gyakorolni az anyanyelvet, megvallani a nemzetiséget, és az egyház ki is épített egy programtervet, amelyet igyekezett megvalósítani. A hitoktatás, az istentisztelet, a hitoktatás és a bibliaórák is az ifjúsággal való foglalkozás terén. A tanácskozáson dr. Andrija Kopilovics, a Szabadkai Teológiai Katekétikai Intézet prorektora elmondta, csak is párbeszéddel érhető el a jó viszony a nemzeti közösségek között. A polgármester kiemelte, örül annak, hogy ebben a több nemzetiségű városban szervezték meg ezt a konferenciát, mivel Szabadka jó példája a nemzetek békés együttélésének. Jedna od prvih gdje sam ja učestvovao pre nekih desetak godina je imala za cilj pomirenje među narodima na ovom prostoru. Današnja tema je već u stvari priprema za Evropsku uniju i na koji način pojačati uticaj i ulogu manjinskih zajednica u Srbiji. A négy napos tanácskozás 60 résztvevője műhelymunkák keretében keresi a választ a nemzeti közösségek problémáira. A tanácskozás utolsó napján pénteken fogadják el és ismertetik a témával kapcsolatos zárónyilatkozatot.